Köszöntöm nézőinket! Önök a Völgységi magazint látják, én Bence Péter vagyok. Mutatom, mivel készültünk. Minden a hagyományos lakodalmas kuglófról szólt vár alján. Átadták a grábolcot és szálkát összekötő útat. Fegyverbemutató íjászat, gyerekfoglalkozások, éjszakai tárlatvezetés Bonyhádon a múzeumok éjszakáján. Minden a hagyományos lakodalmas kuglófról szólt nem régen vár alján. A településen ugyanis megtartották a már hagyományos kuglófesztivált. Ezt az édességet régen főleg lakodalmak idején készítették, de ma már a helyiek mindennapjainak is szerves része. Ez a várajai. 800 darab hagyományos lakodalmas kuglóf készült váralján a finomságot ünneplő idei fesztiválon. Ez a Völgységi település büszkesége, amiből rengeteget sütnek, nem csak ezen a napon, hanem egyre gyakrabban. A várajai kuglóf egy kalácsforma, vagy kalácsfajta, és a nagyon régi időktől fogva a szokásosnál kicsit több vajjal és kicsit több tojással készül. Tehát ez a titka, ettől ilyen jó. Ma úgy készítettük, hogy 25 kg lisztből, 90 tojás sárgájával, 4 kg cukorral, és ugye 1 kg élesztőből és egy csomó tejből készítettük. Meg kellett dagasztani a tésztát, utána megvártuk, amíg meg kell, utána ki lett adagolva, kiformázva, megtöltve, fahéjas cukorral, egy kevés kakaót is tettünk bele, hogy színe legyen, és áztatott mazsolával. Ez a kuglóf régen a nagy ünnepek része volt, a lakodalmakban készítették leginkább, és jó pár év óta, amióta foglalkozunk vele, ugye fesztivál formájában, ismét visszatért a lakodalmas asztalra. Ma már a kínálásnak, tehát az utcai kínálásnak a része leginkább, de mindenféle rendezvényen készítjük ma már. A kuglóf készítés hagyománya szerencsére egyre népszerűbb a fiatalok körében is vár alján. Ma elég sok fiatal állt be, és a délelőtti gyerekprogramban 14 kisgyerek foglalkozott a kérdéssel, és az anyukák, illetve a nagymamák voltak a kísérők, tehát a segítségeik. A falu vezetői természetesen arról is gondoskodtak, hogy ne csak az édesszájúak lakjanak jól, nem mindennapi pörköltekkel is készültek ugyanis. Mint a többi szarvaspörkölt is, ugye a száraz hús, avat hús, és szaonát pirítunk alá hagymával, és a fűszerzése az ugye ez bátrabban borokabogyó, hagyma, ugye a szokásos bors, só, paprika és egy kis kömény. Ezek amik a főbb fűszerek igazából. Tehát a férfiak dolga a kuglóf, ez az asszony munka? Igen, az mindenképpen. Asszonyok végzik a kuglóf dagasztást. Hagyományosan most először volt a gyermekversenyünk is, anya és gyermek vagy mama gyermekverseny. Nagy sikere volt. Úgyhogy reméljük, hogy hagyományt teremtünk ebből. De nem csak az ételekről szólt a fesztivál, kulturális programokból sem volt hiány. A színpadon egymást váltották a hagyományőrző csoportok. A település polgármestere azt mondja, néhány éve hozták át a programok helyszínét a parkerdőből be a faluba, és a kezdeményezés hatalmas sikernek bizonyult. A parkerdőbe, ahol eredetileg hagyományosan szoktuk tartani a rendezvényt, ott ugye 18-19-es években felújítási munkák voltak, pályázatot nyertünk rá, és akkor kénytelenek voltunk lehozni ide a sportpályára, mert nem szerettük volna, hogyha elmarad a rendezvény, gondoltuk, hogyha kicsibe is, de megtartanánk a rendezvényt. Na, annyira sikeres lett itt a falusiaknak a körébe, hogy többen mondták, hogy ez nem baj, hanem direkt jó, mert egy kicsit összefogja a falunak a lakosságát. Anyagi oka is van, megmondom őszintén, mert ugye nagyon sok pénzbe kerül nekünk a villanyvezetéknek a kiépítése egy-egy ilyen rendezvény során, akár több százezer forint. És az idei kuglóf fesztivált azért nagyon szűkös keretekből kellett megrendeznünk, nem is volt biztos, hogy egyáltalán az, hogy megtartjuk, az biztos volt, mert azt mondtuk, hogy ha csak egy főzőnapot is, egy kuglóf dagasztással akkor is tartunk. De azért innen-onnan sikerült forrást szerezni, és hát ezt tudtuk kihozni belőle. Nagyon örülök, mert nagyon sok rendezvény van a környékünkön, és féltünk, hogy nem lesznek, de azért a várajai kuglóf fesztivál az mindig meghozza a maga közönségét. Gyakorlatilag 4 órakor az összes kuglófunkat eladtuk. Nem tudtunk annyit rendelni, hogy ne fogyott volna el. Ez Várajak községnek a legnagyobb rendezvény. Mi
minden évben, és itt a hagyományokat próbáljuk meg feleleveníteni a várajai lakodalmas kuglófnak a bemutató keretében, az elkészítésével, hogy a fiatalok is tanulják meg, ezért az idei évben kitaláltunk egy olyan dolgot, hogy a kicsiknek elindítottunk egy anya-gyermek kuglófdagasztó versenyt, amelynek nagyon nagy sikere volt, 16 csapat indult el, és kicsik nagyon ügyesen és nagyon aranyosak voltak, és próbálták, és dagasztották, és töltötték a várajai kuglófot. A Várajai Kuglóf Fesztivál késő éjszakáig tartott. Ünnepélyes keretek között adták át a Grábolcot Szálkával összekötő útszakaszt. Az elkészült beruházás mintegy 220 millió forintból valósult meg. Nem lesz többé Zsákfalu Grábóc, ugyanis elkészült a községet Szálkával összekötő út. A beruházással az itt élők régi álmát váltotta valóra a településvezetés. A munkálatok már tavaly elkezdődtek. A fejlesztés közel 220 millió forint pályázati forrásból valósult meg. Ehhez szükség volt 12 millió forint önerőre is, amit az önkormányzat egymaga nem tudott volna kigazdálkodni, így a helyi vállalkozók nyújtottak segítséget. Ez nekünk nagyon nagy segítség, az 100%, nem csak nekem, itt a környéki településeknek is megszűnt a Zsák utca település, ugye? Itt az ingatlanoknak, amióta megtudták, hogy ez az út el fog készülni, azóta háromszoros áruk van. Annyira lehet most itt csak sima kopasztelket venni, mint annó abban az időben egy ingatlant. Úgyhogy csak ennyit már erre az egész, a forgalom megnőtt. Hát van, akinek nem tetszik, ugye, mert hogy miért lett a betonút, hát könyörgöm, jött volna egyszer el akkor, amikor ilyen nagy sár van, és akkor megmondta volna utána, hogy tényleg kell a köves út, vagy nem kell a betonos út. Én meg voltam ijedve akkor, amikor ugye ez az építő cucc elkezdett az építési anyag fölfele rohamosan menni, hogy nem fogunk tudni ebből kigazdálkodni. Azért volt az, hogy megköszöntem sok vállalkozónak, mert az önerőben sokan segítettek. Különben mi nem is tudtuk volna elkezdeni, honnan vesz elő egy ilyen kis település 13 millió forintot. Sehonnan, nem is lett volna rá lehetőségünk. És akkor így azért a vállalkozók, meg itt a körbe ugye a Gemen ZRT, ők is azért használják, és akkor így mi összedobtuk, megmondom őszintén, össze lett dobva. A polgármester hozzátette, reméli, hogy az új útszakasszal sokkal több fiatal család választja majd a települést, és várhatóan a turizmus is fellendül. Az eseményen részt vett Potáp Járpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is. Ő hozzátette, hogy számos előnye van a bekötő útnak. Egyrészt összeköti a két települést, és innentől kezdve Grábolc már nem egy zsák település. Nyugodtan mondhatom azt, hogy ez egy több évtizedes tervük volt az itt élő embereknek, illetve egy kívánságuk. Lehet, hogy már 50-60 éve is a napirenden szerepel szinte mindig. Másrészt pedig a csapadékvízelvezetésben ez a vápás jellegű út sokat segíthet, és hát látjuk azt, hogy az idei nyáron ez egy fontos kérdés, lehet, hogy még a mai napon is tud vizsgázni ez a vápás út, hogy hogyan vezeti el a hirtelen nagy mennyiségű esővizet. Úgyhogy én ennek ilyen szempontból is örülök, és hát ha két település ezt kérte, és ez teljesülhetett, akkor nekem képviselőként nincs más dolgom, mint az elképzeléseket támogatni, illetve együtt örülni az itt élő embereknek kell. Grábolcon eddig több mint 130 millió forintból valósultak meg fejlesztések a Magyar Falu programnak köszönhetően. Bonyhádon is csatlakoztak az országos rendezvénysorozathoz. Megtartották a múzeumok éjszakáját a Szent Iván naphoz legközelebb eső szombaton. A Völcsegi Múzeum udvara számos érdekességgel várta a kicsiket és a felnőtteket is. Az épületben és a Tűzoltó Múzeumban is éjszakai tárlatvezetést tartottak. A Felvidéki Egyesület kórusa verselt és énekelt a múzeumok éjszakája kezdő programjaként. Családok gyerekekkel, kisebbekkel, nagyobbakkal és idősek is kilátogattak a Bonyhádi Múzeumok éjszakája programsorozatra. Akad olyan vendég is, aki most van itt először, de vannak olyan látogatók, akik már tavaly is részt vettek a színes programkavalkádban. Jó emlékkel indultak neki az ideinek is. Jó volt, nagyon tetszett, főleg a kislányomnak akkor volt happarti is. Úgyhogy az volt a fő, ami tetszett neki, úgyhogy igaz? Igen. És mit szeretnél te most látni? Miért jöttél? Mire számítasz?
Az artfestészre. Nem voltam még egyébként, én nem voltam még. Így a műsort, éneket, meg táncokat ilyen neked szoktam megnézni. Ugye a százan csinálják egymás mellett egy sorba, akkor az hatékony a csatába. Vagy hogyha beállnak és az egyik fölfele tartja, a másik előre szegezi. A másik előre szegezi a fegyverét, akkor ezeket akár váltani is lehet. A haramza testvérek rendszeresen fellépnek hasonló történelmi hagyományőrző rendezvényeken. Fegyverbemutatójuk, lovagi öltözetük és bajvívásuk mindig nagy érdeklődésre tart számot. 15. századi technikákat mutattak be. A bemutató után fáradtan, de annál lelkesebben adott interjút Haramza Márk. Mi a 14. század végével, 15. század elejével foglalkozunk ennek a korszaknak a hadi kultúrájával. Ez egy nagyon izgalmas és azt gondolom, hogy magyar történelemben egyedülálló korszak, amikor a lovagi kultúra egyszerre van jelen a keleti lovasnomád hagyományokkal a harcászatba. Ennek sok nyoma fölvehető, vagy fölfedezhető, amit mi látunk itt az alapvetően most a klasszikus nyugati mintájú nehéz páncélos harcászat, mind lovas, mind gyalogos vonatkozásában. A Haramza testvérek kiváló páros, minden rezzenését ismerik egymásnak, így aztán tökéletesen tudnak együtt dolgozni, fellépni. Öcsémmel most már több mint körülbelül egy-két évtizede mozgunk így együtt vívásba, különböző stílusokba, és sokkal jobban megismerjük a másiknak a mozgását, tudjuk azt a rezüléseiből, hogy mi van, hányadán állunk, van-e sérülés, van-e probléma, mire gondol a másik, tehát így egy kiegyensúlyozott a vívást tudunk bemutatni a látogatóknak. Amióta létezik a múzeumok éjszakája, azóta a bonyhádiak bekapcsolódnak az országos programba, mondta dr. Farkas István Gergő, a Völgységi Múzeum igazgatója. Az a célunk, hogy minden évben valamilyen újszerű programot mutassunk a bonyhádiaknak, illetve az érdeklődő völgységi közönségünknek, és bízom benne, hogy tavaly ez sikerült, és idén is sikerülni fog. Haramza testvéreknek a lovagi játéka az, ami Bonyhádon még sohasem volt, tehát ez mindenképp egy újdonságnak tekinthető. Emellett természetesen különféle kórusok fellépések, táncdal, különféle szavalások, illetve mindenféle gyermekeknek szánt program az, ami korábban még nem volt elérhető, ezzel igyekszünk valamilyen újdonságot hozni Bonyhádra. Azaz, magassa! Igyekszünk mindenkit megszólítani, ezért párhuzamosan futnak gyermekprogramok, illetve a felnőtteknek borkóstoló, különféle hadijátékok. Igyekszünk olyan programokat szervezni, aminek van egy gyermekeknek szánt része, illetve egy felnőtteknek szánt része. Így remélhetőleg mindenki megtalálja a számítását a Völgységi Múzeumban. Egyébként az utóbbi években egy pozitív trend bontakozott ki, rendkívül sok fiatal látogatónk van, így bízunk benne, hogy lesz egy ilyen múzeumok iránt érdeklődő generációból utánpótlás. A Völgységi Múzeum épületében és a Tűzoltó Múzeumban is éjszakai tárlatvezetést tartottak. A hagyománytisztelet, az emlékek őrzése, ápolása jól érzékelhető volt a kiállítási anyagok láttán. A bonyhádi múzeumok éjszakáján többek között fellépett a Kránclány Néptánc Egyesület is. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!